Szeretettel üdvözlök mindenkit. Még egyszer a nevem, Nagy Péter vagyok, coach vagyok, a magyarországi Action Coachnak a egyik munkatársa. Ez a kis filmrészlet, amit bejátszottunk 9 percben, gyönyörűen megmutatja, szinte koncentráltan sűríti magába azokat a gondolatokat, amik körül itt most elmérkedni fogunk az következendő bő egy órában. Bebejátszunk egy-egy filmrészletet, abból a tanulságokat levonjuk. Itt ez egy interaktív beszélgetés lesz, tehát várom, hogy a közönség is véleményét megformálja, és tudunkra adja. Illetve itt ketten fogunk beszélgetni erről a filmről. Főnököm dr. Eszik Zoltán, a magyarországi Action Coach Master License tulajdonosa. Gyere Zoltán, üdvözlök! Jó napot kívánok, és üdvözlök mindenkit! Jó volt onnan hátul? Abszolút. Mindig az utolsó sorból szoktam azért nézni. Szeretném bemutatni az Action Coachot, mint szervezetet. Ez egy több mint 20 éve működő világszervezet. 53 országban 1200 coach dolgozik ebben a szervezetben. Napi gyakorlat most már, hogy kis és középvállalkozásokat a vállalkozásokban hatékonyá, eredményesebbé teszünk. Tehát ez az első filmbejátszás, ez a Nagy Hátraarc című filmből volt. Zoltán, számodra ez a filmrészlet, ez milyen üzenetet hordoz? Ugye a mai meghívásunknak a hátterében az van, hogy vannak a kultúrák között áthallások, átjárások, és azok az értékek, eszközök, világkép, amit az Egyesült Államok gazdaságát sikeressé tették, azok olyan a magyar gazdaság szereplői számára eltanulható, megismételhető, átültethető modellek lehetnek. Ebben a pár perces részletben egy rakás olyan szempont is benne volt, ami nem csak a gazdaságok működési módjáról, hanem a gazdaság alanyainak a működési módjáról is mondott valamit. És ezt hogy akarod, Charles? Egy elmi nyilatkozattal. Nem előződ az állját. Megfogalmaztam egy nyilatkozatot. Az Action Coachnak egyik fontos alaptevése a számon kérhetőség. Itt ebben a filmrészletben ez hogy jelent meg, Zoltán? Hát valóban, tehát az, hogy az emberek ígérvényeket tesznek, az onnantól válik, hogy is mondjam, névjeggyé, hogyha ezt kimondják mások előtt, és mások megkopogtathatják a vállunkat, hogy mi ezt hallottuk tőled, ezt valóban tartod-e vagy sem. Van-e olyan cég, ahol van ilyen? Megkérdezhetném, hogy miről szól ez a deklaráció? Nálunk arról, hogy én személyesen miért hoztam létre ezt a céget, hova akarunk haladni, és mit akarunk ezzel csinálni. A szülőkre mindig hallgatni kell, Joy. Csak hát azt érzok, hogy mindig lesznek, akik majd irányítani próbálnak benneteket. Sőt, talán már vannak is, nem igaz? Megkérdezhetem, hogy milyen érzésekkel fogadta a bejelentést a gyerek részéről, vagy mikor tudta meg, vagy hogyan tudta meg, hogy dohányzik a gyerek, és hogy reagálta le a dolgot? Hát bizonyban nyíltan, tehát nem volt sem padalás a körben. De én is így kerültem kapcsolatba a saját szüleimnél, és azt mondták, hogy nem örülnek neki, de végülis az én döntésem, hogy mit csinálok az életemmel. Tudjátok mit? Nem megyek el. Köszönöm. Nem megyek el. Zoltán, miért választottad ezt utolsó részletként? Talán egy jó összefoglaló képe lehet annak, amire ezt az eseményt terveztük. Ez az üzleti lehetőségekről, az üzletépítésről szóló gondolkodásmódban megmutat valamit, amit csak a vállalkozók élhetnek meg, a vállalkozók ismerhetnek. Akkor beszélünk igazi vállalkozóról, hogyha az a vállalkozó impresszárió. Nem tudom, hogy ez a fogalom impresszárió mondja a jelenlévőknek valamit. Az impresszárió az a színházi világban, akinek a fejében, vagy maximum az íróasztalán ekkora papíron megvan a macskáknak a forgatókönyve 3 évvel a produkció elindulása előtt. Az, hogy visszahívj, szereszek önökhöz. Néhány éve kezdtem észrevenni, de eddig hallottam.